Az ókori görögök azt hitték, hogy a föld négy elemből áll, föld, víz, levegő és tűz. Aztán megjelent a tudomány, és rájöttünk, hogy mindaz, amit a 15. század alatt mondtak, az biztosan és teljesen szar volt, és most újra ez történik, a modern tudomány abban a hitben élt, hogy négy alapvető íz létezik, édes, savanyú, és keserű és minden, amit eszünk, ezeknek az ízeknek valamilyen kombinációjából áll. Kiderült, hogy ez sem igaz. Valójában van egy ötödik íz, legalább annyira fontos, mint a többi négy. Mégis a legtöbben egészen a közelmúltig nem hallottunk róla, különösen nyugatom Üdvözlet az umami incsiklandó világában. Történetünk 1907-ben kezdődik, amikor egy Kikunae Ikeda nevű japán vegyész leült megenni egy tányér dasit, ahogy szinte minden este tette a családjával. De ahogy evett, Ikeda észrevette, hogy valami furcsa történik. Abba hagyta az evést, egy pillanatra szünetet tartott, és kijelentette, hogy ez volt a legnagyszerűbb leves, amit valaha evett. Valahogy más volt. Az történt, hogy az aznapi leves kombu hozzáadásával készült, ami egy ehető mossat, amelyet Ázsiában széles körben fogyasztanak. Nemrég jön az egyik hétfői hírekben volt is erről szó, persze más vonatkozásban, na de menjünk vissza Ikeda asztalához. A levesnek erős íze lett tőle, olyan íz volt, amit egész életében érzékelt, de mostanáig nem igazán vette észre. Az íz felkeltette Ikeda érdeklődését, és minden idejét annak tanulmányozására fordította, hogy egy darab hínár miért tette olyan kiváló ízűvé a levest. Aztán 1908-ban rájött. Arra jött rá, hogy a dasitál ízét elsősorban egyetlen molekula a glutaminsav nevű aminósav okozza, amely emésztés során glutamátta alakul a szervezetben. Minél jobban belemerült, annál inkább úgy találta, hogy ez mindenhol ott van. De bizonyos élelmiszerek, például a hínár, a hús, a sajt, a paradicsom, a szójabab, Különösen tele vannak glutamáttal. Iket a tulajdonképpen valódi tudományos felfedezést tett. Volt egy ötödik íz, ezt fedezte fel, és umaminak nevezte el, ami azt jelenti, hogy finom íz. De az évszázad legnagyobb részében senki nem vett igazán komolyan, különösen Ázsián kívül könnyű belátni, hogy miért. Az ötödik íz ötlet eléggé szokatlan. Olyan ez, a megpróbálnád meggyőzni a világot, hogy találtál egy lyukat a fejeden, ahonnan ki tudsz nézni. De ahogy a 20. század a végéhez közeledett, munkája elkezdett terjedni, kulináris és tudományos világban egyaránt. 2003-ban az umami szót hivatalosan felvették az Oxford angol szótárba, és ma már széles körben elfogadott, mint az ötödik íz. Az umami íz az umami szinergiának nevezett folyamat során jön létre, ahol a glutamát és különböző nukleotidok kombinációja hozza ezt létre. Az eredmény ízletes, olyan húsleves-szerű. Amikor eszel valamit, amiben van, azonnal elborítja belőle az egész szájadat egy még gazdag, szinte húsos ízzel, ez az umami. Ami pedig a glutamátot illeti, valószínűleg már hallottad ezt a szót a mononátrium glutamát kapcsán, ha nem, akkor legalább biztosan hallottál az MSG betűszóról. Mivel vegyész volt, Iked azt akarta megtudni, hogy a glutamát melyik változata rendelkezik a legerősebb ízfokozó hatással. Kipróbálta a kálciumglutamátot, a magnéziumot, a káliumot és másokat, majd ráállt a mononátrium glutamátra ez volt az a vegyület, amit keresett. Kedvező módon ez a leginkább oltható és a legkönnyebben kristályosítható is. És pontosan ezt tette. A hínár levest kristályosította, hogy ebből egy port hozzon létre, amelyet aztán a főzési folyamat során bármely más ételhez hozzáadhat, hogy javítsanak ízét és érzetét a szájban. Hát alapvetően Ikeda Megalkotta a varázsport a szakácsok számára, hogy kis csalással hihetetlen ízeket érjenek el. Így hát alapított is egy céget, az Aginomotót, ami körülbelül azt jelenti, hogy az ízlés eszenciája. Így lett az első vállalat a világon, amely MSG gyártott. Ma már elmondható, hogy elég jól sikerült. Az Aginomotó éves forgalma már meghaladja a 10 milliárd amerikai dollárt kiderült, hogy sok pénzt lehet keresni ebből a fehér porból is. Manapság az MSG-t jellemzően keményítőfélék, például rizs, kukorica vagy cukornát fermentálásával állítják elő, és szinte minden konyhában megtalálható belőle egy üveg. Kínában, Tájföldön, Japánban és dél kelet ázsia nagy részén. De behatolt nyugatra is, csak ezt sokkal finomabban kellett megtennie az előítéletek miatt. Biztosan hallottál már kínai étterem szindrómáról. Még a legnagyobb szótárakba is bekerült, ahol leírták, mint olyan tünetek csoportját, mint például a nyak, a karok, és a hát zsibbadása, fejfájása, szédüléssel és szívdobogás érzése, amely a fogékony személyeket érinti, akik nátrium glutamáttal fűszerezett kínai ételeket ettek. A szindromát először a New England Journal of Medicine 1968-ban megjelent cikkében említették cikkben szereplő állításokról később kiderült, hogy nincs tudományos alapjuk, de a kár megtörtént, és a kínai étterem szindróma gondolata és a feltételezett kapcsolat az MSG-vel, valamint a vélt negatív egészségügyi következmények ötlete az emberek fejébe ragadt. Végül is nem csoda. A monoszódium glutamát vagy nátrium glutamát titokzatosan hangzik, és egy távoli földrészről származik, egy furcsa helyről Ázsiából. Szerencsére most már tisztábban látunk. A számtalan kutatás ellenére a mai napig nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy mérsékelt mennyiségű MSG fogyasztás, a fejfájás zsibbadás vagy bármilyen más hosszú távú negatív tünetet okozna. Valójában még soha nem végeztek az MSG-nél nagyobb biztonsági vizsgálatokat fűszertermékkel. Az Ajinomoto cég jogi úton megtámadta a szótárat, a leírásuk miatt rasszistának, tudománytalannak nevezve. Majd egy idő után a szótárt kiigazították. Szóval igen, az MSG mindenhol ott van. Szerintem ebben a pillanatban valószínűleg van jó néhány nézőnél is a konyhában. Mindenféle feldolgozott élelmiszerben el van rejtve, például fagyasztott ételekben, konzervlevesekben, chipsekben, szószokban, kulcsfontosságú összetevője a világ legnépszerűbb szószainak, például a ketchupnek, vagy a barbecue szósznak, vagy éppen a majonéznek. De ahogy mondtam, az MSG-vel kapcsolatos több évtizedes indokolatlan negatív közvélekedés miatt gyakran alattomos álnevekkel szerepel az összetevők listája, mint például hidrolizált fehérje, hidrolizált élesztő, és ha jobban megnézzük, a legújabb tanulmányok szerint az MSG egészségesebb fűszer, mint a só vagy a cukor? A Magyarországon is igen népszerű, de egyébként horvát eredetű vegeta fűszerkeverék szintén tartalmaz nátrium bár úgy tűnik, hogy bizonyos piacokon más vegyületekre cserélik ezt ki, esetleg az MSG ellenességtől tartva, ilyenkor raknak nátrium inozinátot bele. De van az MSG-nek egy sötét oldala is. A gyártók gyakran használják csalogató, egészségtelen és nem tápláló ételek készítésére. Az íze elképesztő, és annyira addiktív, hogy egyszerűen nem tudod abba hagyni az evést, ha valamivel beleteszik. Ez a legnagyobb probléma az MSG-vel. Nem maga az MSG, hanem a gyorsétel, az ultrafeldolgozott étel, amivel beleteszik, és amit ettől fogunk megkívánni. A gomba tápláló és szuperegészséges, akárcsak a hínár, a fokhagyma és a szardella a pizza hivatalosan a világ kedvenc étele. Évente 5 milliárd pizzát esznek meg, és azt hiszem van ötletem, hogy miért. Dugig vannak ezek glutamáttal. A búza, különösen a kovász, az eredési folyamat miatt elég magas glutamát rendelkezik, a paradicsomban is sok umami van, és a sajtban, különösen a parmezánban nagyon-nagyon magas az umami szint. A pizza egy glutaminsav szendvics. Az olasz konyha általában magas umami szintekkel rendelkezik, így nem meglepő, hogy általánosságban imádják világszerte. Nem azt mondom, hogy a pizza egészséges választás, de ha jó, természetes alapanyagból készítik, akkor még mindig ezerszer jobb, mint az összes erősen feldolgozott vacak, amihez hogy aztán MSG-t szoktak hozzáadni. Valójában az umamit több mint 2000 éve ismerik, és használják ki a főzésnél. Leghíresebben az ókori Róma konyháiban, bár az igaz, hogy Ikedával ellentétben nem értettek az ízek mögött rejlő tudományhoz. A rómaiak egy titkos szósz rabjai voltak, amelyel sok ételüket ízesítették, garumnak nevezték, ez halbélből és más tenger gyümölcséből készült erjesztéssel. Hát ez elég undorítóan hangzik, és biztosan nem volt valami kellemes az illata. Valószínűleg az íze is undorító lehetett, ha önmagában fogyasztották, de egy egyszerű okból ez alkotta a konyhájuk gerincét. Tele volt umamival. Néhány csepp megváltoztatta egy fazék étel ízét. Azt gondolhatnánk, hogy olyan lehetett, mint a mai halszósz, vagy az olasz szardellaszósz. A garam annyira népszerű volt, hogy a földközi tengerpartvidékének egész területére exportálták. De nem a rómaiak voltak az egyetlen ókori népek, akik felfedezték az umamit. A kínaiak és a japánok már az időszámításunk szerinti harmadik században használtak valamiféle umami-szerű az ókori görögök pedig a garumhoz hasonló erjesztett halszózt, a garoszt. Valójában elég valószínű, hogy létezése ősidők óta jól ismert. És mégiscsak a 20. században jöttünk rá, mi is ez valójában. Megállapítottuk tehát, hogy a világ az umami rabja, és mi mindig is azok voltunk. De ez felveti a kérdés, hogy miért? Mi az, ami ebben az egyszerű aminósavban arra késztett bennünket, hogy letépjük az ingünket és megfürödjünk a szójaszózban? Az umami alapvetően a glutamát ízéből származik, ami egy aminósav. A glutamátot nem csak az ételeinkhez adjuk, hanem valójában a testünk természetes módon előállítja. A glutamát központi szerepet játszik idegrendszerünkben, Idegi átvitel anyagként, azaz neurotranszmitterként működik, amely segít jeleket küldeni az idegsejtek között. Valójában ez az egyik legnagyobb mennyiségben előforduló ilyen neurotranszmitter az agyban. A vaminósavak, mint a glutamát is, a fehérjék építőkövei, amelyek elősegítik a növekedést, a szövetek helyreállítását és még sok mást. Nyelvünkben specifikus ízreceptorok is találhatók a glutamát kimutatására: ezek a T1R1 és a T1R3 receptorok. Ráadásul az emberi anyatej glutamáttal van tele, ami azt jelenti, hogy affinitásunk és függőségünk az umami iránt már nagyon korán elkezdődik. Az anyatej alapvető tápanyagokkal látja az újszülötteket, és a benne lévő umami íze megerősítő mechanizmusként szolgálhat. Ösztönözve a csecsemőket az evésre. Tehát a glutamát a pszichénk része is szó szerint, neurotranszmitterként működik, a gondolkodás katalizátora. Mondhatnánk, hogy az umami nem csak egy, ö, egy az öt alapíz közül, hanem ez az egyetlen íz, amely uralkodik mindegyiken. Ezért is hívják ízfokozónak. Hát köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Csak egy gyors szó még, hogy nem tudnám elkészíteni ezeket a videókat Patreon tagjaim támogatása nélkül. fontod meg, hogy csatlakozol az exkluzív közösséghez azáltal, hogy támogatsz a Patreonon. Link itt fent, és lent a leírásban is. Ha szeretnéd látni a természetes ízfokozókkal kapcsolatos videómat, ide kattintva megteheted. Jó éjszakát!